Számos közművelődési intézménybe, így a Babits Kulturális Központban is a legfontosabb feladat most az oltások lebonyolításának szervezése. A kormányzati kommunikáció azonban arról szól, hamarosan megtörténhet a várt nyitás. Berlinger Attila, a Babits igazgatója óvatos e tekintetben. Azt mondja, egészen biztosan nem egyik napról a másikra térhetnek majd vissza a látogatók. A következő napoknak az egyik legfontosabb programja lesz a fenntartóval, az önkormányzattal, illetve a kormányhivatallal való egyeztetés, hiszen mindannyian jól tudjuk, hogy jelenleg is gőzerővel működik az oltópont is a Babits Mihály Kulturális Központban. Igazából május végéig nagyon-nagyon sok oltásra jelentkezett, regisztrált pácienst is várunk, de én azt gondolom, hogy abban a pillanatban készen fogunk állni, amikor a helyzet is megengedi. Május 1-ére így is programot szervez a Művelődési Központ, igaz még fellépők nélkül, de majális hangulatot varázsolva a ház köré. Az éttermi oldalunkról a 160 lakásos lakótelep felől fogunk kínálni 300 adag virslit és ugyanennyi alkoholmentes sört a Kulturális Központhoz érkező kedves szekszárdi vendégeknek. Ez is egy picike apró jele már annak, hogy ugye óvatosan, kisebb léptékű, megfelelő távolság elrendezésével létrehozott helyszínen már várjuk a város lakosságát. A szakma pedig már a nyár előkészítésén dolgozik. Várhatóan a Vármegyeház udvarán felépített színpad lesz az egész évszakot átfogó programsorozat helyszíne, melyben minden korosztály számára szerveznek majd hétvégi programokat, koncerteket.